Tisztelettel köszöntök mindenkit, Bükkelmény községünk a nemzetképviselőtestületének júliusi rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határozatképes, minden tag jelen van. Napirendre a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok szerint tennék javaslatot. Első napirendi pontban az Ábrányi Ifjú Segéd Közalapítvány kuratóriumának a kijelöléséről és alapító okiratának a módosításáról szóló előterjesztést tárgyalnánk. Második napirendi pontban Bükkelmény községünk kormányzatánál és intézményeinél dolgozó munkavállalók részére kafletéria juttatás megállapítását, harmadik napirendi pontban pedig indítványok, javaslatok kerülnének megtárgyalásra, ezt követően zárt üléssel folytatjuk a munkánkat. Kérdezem, hogy ki az, aki az említett napirendi pontokkal egyet tud érteni. Köszönöm szépen, egyhangú. Első napirendi pontunk az Ábrányi Ifjúságért Közalapítvány kuratóriumának jelöléséről szóló és alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztés. Hogy miért kerül ez a képviselőtestület elé, tudnotok kell, hogy ezt az alapítványt, vagyis ezt a közalapítványt, mint alapító Bükkelmény község önkormányzata hozta létre, és így az alapítónak ilyen súlyú témáknál ugye jóvá kell hagyni, el kell fogadni az előterjesztést. Az előterjesztés mindenkinek kiküldésre került. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban kérdés észrevétel van-e? Hozzáfűzni való még annyi lenne, az alapítvány kuratóriuma szinte teljes egészében lecserélődik. Ugye új kuratórium kerül, mondjuk azt, hogy kinevezésre, megválasztásra. Így az alapítvány munkája reményeink szerint pozitív irányban átalakul és aktívabbá válik az alapítvány az iskola és a település életében is. Én az új tagoknak innen is nagyon sok sikert kívánok, jó munkát kívánok, és akkor meg is nevezném egyébként az új tagokat. Nyergesné Kövesdi Ágnes, Nagy Péter, Kertész Balog, Nikolett, Kerekesné Szép Katalin, Telekasné Orosz Andrá és Hegedűs Csaba kerülnek be az alapítvány, vagy kerülnek a jóváhagyás után kerülnek be az alapítvány kuratóriumában. A kuratóriumi elnöknek a tagok, vagyis hát még nem tagok, de ugye ők Hegedűs Csabát javasolják. Kérdezem akkor a testületet, hogy ki az, aki elfogadja. Köszönöm szépen, egyhangú, és még egyszer jó munkát kívánunk a újonnan megválasztott kuratóriumnak. Második napirendi pontunk, Bükkelmény Község önkormányzatánál és intézményeinél dolgozó munkavállalók részére kafetéria juttatás megállapítása. A költségvetés tervezésénél, ha emlékeztek rá, de nem került betervezésre a dolgozóink számára a kafetéria. Ugye a bevételeink jelen pillanatban úgy alakultak, hogy most megtehetjük, megengedhetjük magunknak, hogy a dolgozók részére a kafetéria juttatást azt át tudjuk utalni, meg tudjuk szavazni. Ugye a köztisztviselők számára amúgy is törvény garantálja a kafetéria juttatást, ugye ez is egyelőre kimaradt akkor a tervezésnél a költségvetésünkből, de most ugye úgy állunk, hogy az összes dolgozó, önkormányzati dolgozó és intézményi dolgozónak tudjuk ezt a juttatást biztosítani. Úgyhogy én igazából arra teszek javaslatot, hogy a önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal és a napsugár óvoda, bölcsőde és konyha dolgozói részére. Ugye az vagy a közös önkormányzati hivatalnál a törvény által garantált, a bölcsőde, óvoda és konyha dolgozóinál pedig ugye a nettó 100.000 forintos kafetéria juttatásra tennék javaslatot. Így összességében egyébként ez a költség 5.504.000 forintba kerül, az összesen 41 munkavállalónknál. Kérdezem ezzel kapcsolatban észrevétel, kérdés, kérdés. Mivel meg tudjuk pénzügyére tenni. Ez a megbecsülés szerintem. Egyelőre ennyi, azt gondolom szeptemberben. Majd meglátjuk. Meglátjuk, hogy még esetleg tudunk-e. Nyilván a szép kártyánál azért ez a pozitívum, hogy oda
az év bármely szakában tudunk utalni, hogyha úgy állunk. Kérdezem ki az, aki elfogadja ezt. Köszönöm szépen. Egyhangú. Következő napi rendi pontunk az egyebek. Én egy pár dolgot szeretnék az egyebekben elmondani a jelenlegi aktuális helyzetről. A költségvetés állása ugye fél évnél járunk, bár ugye még az utolsó hónap a könyvelésben mindig egy pici lemaradás van, tehát még az utolsó hónap könyvelésének nem értek a végére, de átnézve a főkönyvet és a teljesítéseket azt gondolom, hogy részarányosan mindenhol úgy áll a költségvetés, ahogy állnia kell, a százalékos teljesítések megfelelőek. Az önkormányzat bevételei hála Istennek jól alakultak, tehát a márciusi és májusi iparűzési adó feltöltések azok pozitív irányba vitték el a költségvetésünket. Azért is tudjuk például megtenni azt, hogy kafetéria juttatásban részesítjük a dolgozóinkat. A fejlesztésekkel kapcsolatban jelenleg júliusban elkezdődik a Sályi út csapadékvíz elvezetésének a megoldása, tehát ott a kivitelezési szerződést már aláírásra került. Jelen pillanatban a hét, illetve a jövő hét folyamán megérkeznek a szükséges anyagok, tehát az árokelemek, a folyókák, és ugye ott egy 5 hídnak a felbontása válik szükségessé. Ott a kivitelezés megkezdése előtt minden lakossal külön-külön vagy egybe egyeztetni fogunk. Hát kint leszünk a helyszínen, de menet közben is bármi probléma van. Engem is, a polgármester urat is elérik az érintett lakosok. Tehát ott a 7-9 szám között indul meg a burkolt árok, és onnantól kezdve ugye a 9 számtól bontjuk a hidakat, teszünk le átereszeket, és ugye azt vezetjük be a Sályi út alatti áteresbe, és ugye onnan is burkolt árokkal visszük egészen a Sályi patakig a vizet. Hát reményeink szerint ez végérvényesen meg fogja oldani ott azt a problémát, hogy ott megáll a víz, és szivattyúznunk kell, és problémát okoz a lakosság számára, lakosság az ott lakók számára is, illetve a közlekedők számára is. Tehát ez az egyik projektünk, beruházásunk, ami el fog indulni júliusban. A másik, ami szintén részben a Sályi utat érinti, ugye a Mátyás király Sályi út összekötő szakaszának a járda építése is megkezdődik július hónapban. Ide már az anyagok megérkeztek, még a napelemes lámpákra, tartó oszlopokra várunk, de az is napokon belül megérkezik, és akkor ott is át tudjuk adni a munkaterületet a kivitelezőnek. Szintén megérkeztek az anyagok a Petőfi úti járdához, tehát innen a központtól a Kossuth utca második feléig fogjuk tudni első körben, tehát ahol a kifli jön, és akkor ahol a temetőtől följön, tehát nem az első, hanem a második feljáratig fogjuk tudni egyelőre megcsinálni a járdát. Itt még ugye megy az egyeztetés, megbeszélés, hogy itt a település központban, tehát az orvosrendelő önkormányzati hatal mentőállomás környékén, hogy tudnánk úgy megcsinálni, hogy másik oldalon is legyen lehetőség parkolóknak a kialakítására. Itt még ugye ilyen tervezési, egyeztetési szakasz van, hogyha a kivitelező elkezdi, addigra már fogom tudni nektek mutatni, hogy milyen elképzelés van, és ugye ez esetlegesen milyen plusz költségekkel jár majd a kivitelezés során. Ez is, ez körülbelül augusztus hónapra várható, hogy ezt a munkát el tudják kezdeni.
Szeptember végén, október elején tudunk hozzáfogni a fogorvosi rendelő építéséhez. Itt ugye még bejött egy probléma, ami egy picit hosszadalmas a megoldása, ugye a gázvezetéknek a bekötőjét át kell helyeztetni, ugye ezt engedélyeztetni kell a Tigázzal is, tehát hogy ez egy picit hosszadalmasabb feladat lesz, de rajta vagyunk, és reményeink szerint meg fogjuk oldani ezt a nyár folyamán, és akkor össze a kivitelezéshez itt is hozzá fognak tudni kezdeni. A szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatban folyamatosan érkeznek ugye a rákötések, napi szinten több, akik már ugye rákötöttek a hálózatra. Ugye a gravitációs vezetékeknél nincsen probléma, tehát ott csak egy rákötés, és akkor onnantól kezdve ugye a szennyvíznek szabad folyása van, a tisztító az üzemel, fennakadás nélkül üzemel, bár ugye azért megpróbálta a felhőszakadás, mert ott is oda kellett figyelni, hogy megfelelő legyen az üzem, mert ott is villámcsapás volt, biztosíték lecsapódás volt, tehát ott ezeket még külön a kivitelezőnek majd biztosítania kell, de egyébként nincs probléma, tehát nyilván a telepettől függetlenül működik. Átemelő szivattyús háztartásoknál is egyébként megkezdődött a villany, vagyis az áramdobozoknak a kihordása. Ez folyamatos, hogyha itt valamiféle fennakadás van, azt vagy nekünk, vagy a kivitelező felé jelezze a lakosság, és akkor mi ezt továbbítjuk. És ez is egy héten, két héten belül ugye orvosolják, tehát ahol ugye gyűlnek a hibajegyzékek, illetve a problémalisták, ezt egy hét alatt összesítik, és akkor a következő héten, vagy rá egy hétre ezt igyekeznek orvosolni, ez a megegyezésünk a kivitelezővel. Az út és utcaburkolatok kapcsán ugye több jelzés érkezett, hogy ugye jönnek elő hibák, nyilván azért erre számítottunk, hát itt ugye egy vezetéklefektetés volt, ami még hiába lett mondjuk leaszfaltozva, ami mindig fog süllyedni, ezeket a hibákat is javítani fogják, ugye ez mind garanciális hiba, ezeknek az összeírása is folyamatos, jelezzük a kivitelező felé, és ugye amikor oda kerül a sor, akkor ezeket is újra felmondják, és tömörítés után, ismételt tömörítés után helyre fogják állítani. Ami még kérdésként szokott felmerülni, hogy a kapubeállókat mikor fogják kijavítani, ugye ez is folyamatban van, ugye jelenleg még nem minden érintett településen üzemel a szennyvízhálózat, mihelyt ugye befejezik Tiboldalócot is, onnantól kezdve, hogy a munkát átcsoportosítják teljes egészében a helyreállításra, és akkor utána ugye reményeink szerint év végére be fognak fejeződni ezek a munkák is, és le tudnak vonulni a munkaterületről. Hát még a nyár reményeik szerint, illetve ők azt mondták, hogy végeznek Tiboldalóccal, és akkor utána teljes egészében a helyreállítási munkára tudnak majd koncentrálni. Én nagyjából ennyit szerettem volna, egyebekben nem tudom, hogy kérdés észrevétel, másnak esetleg kihagytam-e valamit. Még egy, mindenkitől egy pici türelmet kérnénk, ugye a település zöld területeinek a karbantartása folyamatos, igyekszünk utolérni magunkat, de ugye humán erőforrás problémával küzdködünk mi is, az önkormányzat, tehát így nehezen jutunk el egyes helyekre. Ugye az utóbbi időben már külső vállalkozó bevonására is sor került azokon a helyeken, ahova már végképp nem tudtunk eljutni, úgyhogy igyekszünk, előbb-utóbb utolérjük magunkat, de ugye az utóbbi időszaknak, vagy utóbbi csapadékos időszak az ugye eléggé megnehezítette a mi dolgunkat is.
is itt a zöld terület karbantartásnál, úgyhogy ennyit szerettem volna még, hogy türelmet elkérek, mindenhová el fogunk jutni. Hogyha más nincs, akkor köszönöm szépen a lehetőséget, folytatjuk a